Szentmisével kezdődött az ünnepi műsor, amelynek keretében hálát adtak a szűzanyának az elmúlt 25 évért, és a Jóisten áldását kérték az elkövetkező időkre. Gergely Lajos a kezdeti nehézségekről mesélt stábunknak. A szalapszabályzatunkat legalább háromszor vagy négyszer visszaküldték, valamilyen módosításokat kellett mindig végbevinni, de viszont aztán végül csak sikerült bejegyezni a civil szervezetet. Non-profit szervezet vagyunk, mindennel foglalkozunk. Kézi munkaszakkör is tevékenykedik a temerini kert barátkörön belül, amely mintegy 20 tagot számlál. Egyszer szoktunk összejönni keddenként a telepi templom területén. Hát mindenki individuálisan, ugye, készít, var, kézimunkázik, de most van egy nagy programunk, amiben belekezdtünk, a teljes oltár, teljes templom díszítés, szóval az, ahol van terítő, azt mind újra készítsük. Szentmise után a helyi búcó tanyán rövid kultúrműsor keretében emlékeztek vissza az elmúlt 25 évre, valamint köszönő oklevelek kiosztására is sor került. 1997. január 30-án alakult meg az Egyesület. Ugye jelenleg is köztünk élő ötletgazda, Majdos Pál volt az ötletgazdája Egyesületünknek. Az egész Egyesület azért jött létre, hogy egy csoportba tömörítse a helyi termelőket, szőlészeket, borkészítőket, illetve virágkötészeket, és ugye így alakult meg a kertbarátkör. Az eseményen részt vett Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is. Az, amit ők csinálnak, az az elkötelezettség, amelyik jellemezi őket, most már generációkra visszamenőleg, messze túlmutat Temerin határa. Én azt gondolom, hogy mindenki számára egyfajta példaértékű teljesítmény, és ezért tartottam fontosnak, hogy ma ide eljöjjek, hogy együtt ünnepeljek, és hogy köszönetet mondjak nekik ezért a negyed századért. A napot zenés szórakozással zárták.